Akkor ötöt kérünk. Üdv itthon, fiúk! Régen nem volt ilyen szívélyes. Ő biztos közéjük tartozik. Hogy lehet? Emlékszik rám? Nem tudjuk, mire emlékeznek. Talán szelektív a memóriájuk. Igen, mint ahogy hívják nekem. Talán ő is olyan, mint a tiszteletes. Nem tudom, ezt nehéz megmondani. Mi a közéjük tartozik, vagy közéjük? Várjunk, most kikről beszélünk? Mind a két féléről csak határt kell húzni. Közéjük tartozik, vagy közéjük? Más meghatározás kell. Az embereknek, akik nem robotok, és a robotoknak, akik szintén nem. Na jó, különbséget kell tenni, hogy kik azok az ők és mi? Igen. Igen, nehéz rájuk névmást találni. Azt sem tudom, hogy mi az a névmás. A szó, ami magában is értelmes, az a névszó. A névmás pedig utal valamire. Ez ott sem értek. Most használtam. Tényleg? Igen, a szó egy névszó. Szó. Az mi? Jesszus! Nem kell egy szó, amivel megjelöljük, hogy ki kicsoda. Mondjuk, hogy ő egy ergya. Ő is ergya. Az a két ember tudja, hogy ergya.